Viszonylag régen volt szó már a névről, úgyhogy gondoltam, megmutatok néhány verset, amit most találtam, illetve amire most lettem figyelmes. Talán segít néhány embernek megérteni a név jelentőségét, ha eddig még nem lenne egyértelmű. Ez itt Tebarim 5 Mózes 10-es fejezet, 16-tól 21-ig, amit meg fogunk nézni, de elkezdjük a 20-as versben, ahol is rögtön 4 darab parancsolatot olvashatunk. Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, őhozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél. Az világos lesz mindenkinek, gondolom, hogy az ő nevére nehéz lesz esküdni, hogyha az ember nem tudja a nevét. Szóval arról beszél, hogy az Urat, a te Istenedet féljed, tiszteljed, ragaszkodjál hozzá, és az ő nevére esküdjél. Felmerül a kérdés, hogy akkor miért nem tudják a nevét. A név szó az ugye sem. Ezt gondolom többen hallották már, vagy ismerik, és ez a kifejezés sin és egy mem karakterekből áll. Sin ugye elpusztítani vagy összenyomni valamit, mem pedig a víz, és több jelentése is van, többek közt a káosz. Ugye a sem, a név maga, az elpusztítja a káoszt, hogyha összeolvassuk a karakterek jelentését. Az elsődleges jelentése ennek a szónak név, megnevezés vagy elnevezés. Csak a második jelentése az, hogy hírnév, vagy valakinek a jó híre, vagy emlék, emlékeztető, műemlék vagy emléktárgy. Szóval megnézhetjük a Gesenius-t, és ugyanezt fogja mondani: név, hírnév, jó hír, emlékezet. Szóval elsősorban névre vonatkozik, olyan névre, ami mindannyiunknak van, és csak az után érdemes elkezdeni azon gondolkodni, hogy ez esetleg csak a hírnév lenne. Látjuk azt, hogy nekünk erre a névre kell esküdni. Azaz fogadalmat tenni, ezt jelenti a szó sábá, és ez annyit tesz, mint esküdni, esküdtenni, megesküdni, fogadni, megfogadni, vagy fogadalmat tenni. Ezt nehéz megtenni, hogyha nem tudjuk azt a nevet. Ugye az Úr és az Isten, az nem lehet a neve. Ez ki fog derülni hamarosan, hogy miért is nem, de nyilvánvaló kellene, hogy legyen mindenki számára, hiszen ezek a szavak egyszerű köznevek, amelyeket itt tulajdonnév értelemben használ. Közelítsük meg egy másik irányból, nézzük meg, hogy mi az a köznév. A köznév az egy főnév. A köznév olyan általános főnév, amely egy vagy több személyt, élőlényt, anyagot, tárgyat, tevékenységet, jellemzőt vagy más dolgot nevez meg. A tulajdonnév egy teljes név, a köznév viszont csak része a névnek. A köznév nem egy bizonyos személyt vagy dolgot nevez meg saját névvel, hanem valamilyen általános dolgot. Felolvasom még egyszer a végét, hogy egyértelmű legyen. A köznév nem egy bizonyos szemét vagy dolgot nevez meg saját névvel, hanem valamilyen általános dolgot. Ha ugyanitt megnézzük az Úr szót, ami egy főnév, akkor láthatjuk, hogy történelemben a kereszténység Istene, aki uralja a világot, Krisztus tiszteletbeli neve. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom azt, hogy minden szóra koncentráljon rá, és értelmezze úgy ezt a két mondatot. Úr, a kereszténység Istene, aki uralja a világot, Krisztus tiszteletbeli neve. Aki kereszténynek vallja magát, annak az Úr az Istene, és ő uralja a világot, és ez azonos Krisztussal, és ez neki a tiszteletbeli neve. Szóval aki keresztény, annak vallja magát, bármilyen ágazata, annak nem kell, hogy problémája legyen azzal, hogy az Úr meghallgatja kérésed, az Úr az önvizet bocsátott a földre. Azonban aki az igazságot keresi, és az írások szerint éli az életét, az nem tud ezzel megegyezni, illetve nem tudja ezt elfogadni, hiszen láthattuk, hogy ez egy általános név, és a kereszténység az nem ugyanaz azzal az üzenettel, amit az írások közvetítenek. Úgyhogy ez az egész úr dolog, ez egy pogány rendszerbe beleilleszkedik, és nagyszerűen működik. Kiderül a következő mondatból: nagy hatalommal vagy vagyonnal rendelkező személy a középkorban, az uraknak könnyű életük volt. Az úr az egy köznév. A kereszténység, mint tulajdonnevet használja a saját Istenének, Krisztusnak a neve helyett. Ez egy teljesen téves irányvonal, és egy pogány hagyománynak a tovább élése, ugye erről már nagyon sokszor volt szó. Nézzük tovább. Úriember. Egy úr szeretne beszélni a főnökkel. Ugyanaz a szó, hiszen ez egy köznév. Itt köznévként szerepel, ez a jelentése. Férfi udvarias megnevezése, vagy nagyhatalommal, vagyonnal rendelkező személy a középkorban. Olyan ember, aki jól viselkedik másokkal szemben, és akiben bízni lehet, hogy becsületesen cselekszik. Úriember. Egy igazi úr mindig udvarias. Ugye? És ennek különböző verzióit olvashatjuk itt. Úgyhogy remélem egy másik irányból rávilágít arra, hogy miért is nem lehet az úr az atya neve, illetve hát a másiák neve sem. Nézzük meg az Isten szót. Ez egyértelművé kell, hogy tegye mindenki számára, hogy ez szintén egy pogány tradíció, hogy így szólítja valaki a teremtőt, illetve az atyát. Eleve kisbetűvel van írva, hiszen ez egy köznév. Isten az egy főnév, egy köznév, azon belül a világegyetem teremtője, a benne érvényesülő törvények forrása. Ezért láthatjuk a pogány Michelangelo képét mellette, hiszen ők egy másfajta istenségről beszélnek, ez egy másfajta rendszer, ami mára ugye a kereszténység lett. Az egy egészen egyedülálló értelmezési formája annak, amiket az írások közölnek, azon információk. Ugyanolyan téves útvonal, mint az összes többi, amiről később olvasni fogunk. Ugye itt folyamatosan kisbetűvel van írva, az Isten teremtette a világot. Sok ember nem hisz Istenben, ők azt gondolják, hogy az anyagi világ öröktől fogva van, és nincs rajta kívülálló ok. Isten, mint köznév szerepel itt, hiszen Isten egy köznév tulajdonképpen. A másik meghatározása egy örökkélő teremtő lény, akinek képességei a kézzel fogható, és testi érzékszervekkel érzékelhető anyagi világ felett állnak. Ha esetleg ez nem elég, akkor itt egy példa arra, hogy a görögöknek rengeteg istenük volt, ha az embert szellemi lénynek tekintjük, akkor akár ő is lehet Isten, ha megszabadul az anyagi világ okozta nyomástól. Ugye ez a New Age filozófia. De a lényeg az, hogy láthatjuk, hogy az Isten szó az egy köznév, amit tulajdonnévként használ a kereszténység. Nézzük meg Isten, mint tulajdonnév, vallási kereszténység. Én mindenkit óva intenék attól, hogy összekeveri a kereszténységet azzal, ami az írások valódi üzenete. Kereszténység egy vallás, ezért van itt előtte, hogy vallási kereszténység. Ugyanúgy, mint ahogy vallási buddhista, vagy vallási judaizmus, ez mind-mind emberek által összeállított filozófiákon alapszik, természetesen használják a könyvet és azoknak a karaktereit, de mint látjuk, meg láttuk a korábbi videókban, eléggé össze vannak zavarodva. Nézzük meg, hogy mit írnak erről. Vallási kereszténység. A kereszténység istene természetfeletti lény, aki a fizikai világ teremtője, és aki ebbe teremtette az embert, felügyeli az életét, számon kéri cselekedeteit, és egyszülött fiát adta bűnök bocsánatára. Példa, a Biblia szerint Isten, mint tulajdonnév, 7 nap alatt teremtette a világot, a hívő ember szerint Isten, mint tulajdonnév, látja a cselekedeteit. Eleve gyanúsnak kell lenni az, hogy határozott névelő van a szó előtt. Nagyon ritkán, ha egyáltalán valaha hallottam már azt, hogy az István látja cselekedeteit a pestieken kívül. Nem akarom bántani őket, de ilyen nincs, hogy a tulajdonnév elé határozott névelőt rakunk. Nem beszélünk úgy, hogy a Kovács, vagy a Péter. De azt akarom megtudni, hogy láttad-e már Szabó Pistit, akkor sem használom a határozott névelőt, mert nincs értelme, hiszen a tulajdonnévnek az a lényege, hogy kijelöli azt a szemét, akiről szó van. Úgyhogy ezek azok az apró jelek, amit mindenkinek észre kellene vennie ahhoz, hogy megértse, hogy Isten és Úr az bár a kereszténység keretein belül működik, azonban az írással teljes mértékben összeegyeztethetetlen, hogy mi ezt a teremtő tulajdon neveként kezeljük. Térjünk is vissza a Debarim 5 Mózes 10-17-hez, mert az Úr a ti istenetek, isteneknek istene és uraknak ura. Nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Remélem, hogy mindenki számára egyértelmű a dilemma, ami felmerül, mikor olvassuk ezt a mondatot, hiszen ebből ki kell, hogy derüljön mindenki számára, hogy az Isten az egy köznév, hiszen egy mondatban használja köznévként kisbetűvel és tulajdonnévként nagybetűvel. Úgyhogy nem lehet ez a neve, ugyanúgy, ahogy az Úr sem, hiszen az Úr is köznévként szerepel, majd azután tulajdonnévként. Úgyhogy miért nem nézzük meg akkor, hogy melyik szó mi az eredetiben, és lehet, hogy akkor közelebb kerülünk az igazsághoz, mert úgy tűnik, hogy a kereszténységben ezt nem mondják el az embereknek. Mielőtt ezt megtesszük, nézzük meg néhány más verzióban, hogyan hangzik ez a mondat. Itt van egy rögtön, mert az örökkévaló a ti istenetek, ő az istenek istene, és az urak ura, a nagy, hatalmas, félelmetes Isten, aki nem ismer tekintét, és nem fogad el megvesztegetést. Ugye legalább ők eltalálták azt, hogy az örökkévalót, mint a teremtő nevét lefordították magyarra. Nézzük meg a káldi verziót, ez ugye ugyanaz, mint a károli, a katolikus szintén megegyezik ezzel, az arany pedig ugyanez tulajdonképpen annyiban, hogy ők nagybetűvel írják mind a két betűjét az Úrnak, ezzel jelölve, hogy ez egy tulajdonnév. Érdekes az, hogyha megnézzük a Scripture verziót, ami egy angol verzió, akkor látjuk azt, hogy pillanat. Itt azonban szerepel az eredeti kifejezés, a tetragrammaton a neve, azután Elohim, Elohim, és utána ugye már ők az Úr vagy Mastert használják, és aztán a végén pedig az Elt. Szóval, hogyha közelebb kerülünk az eredeti verzióhoz, azért láthatjuk, hogy ez annál árnyaltabb, mint ahogyan elsőre ez tűnik. Térjünk vissza a károli verzióhoz, és nézzük meg egyesével a szavakat. Ugye ez az Úr itt, ez a jól ismert tetragrammaton YAHUAH, vagy YAHUAH, és ez a legfelsőbb egy igaz hatalmasság tulajdon neve. Etimológia. Tulajdon név. Ez egy tulajdonnév. Nézzük meg, hogy mi a tulajdonnév jelentése. A tulajdonnév az egy főnév fajta. Nyelvtanban olyan név, amit egyetlen személy vagy más dolog saját neveként használunk. Úgyhogy láthatjuk azt, hogy egy minimális kutatással eljuthatunk oda, hogy a tetragrammaton az egy igaz hatalmasság tulajdon neve. Megnézzük utána, hogy miből ered, hogyan, onnan származtatják. A lényeg az, hogy tudjuk a tulajdon nevét, és láttuk azt, hogy felszólít arra, hogy használjuk ezt a nevet, és értsük, és erre esküdjünk, úgyhogy tudnunk kell ezt a nevet. A tulajdonnév egy személy, állat, csoport, helyalkotás vagy más dolog saját neve. Általában teljes név, tehát nem szükséges elé névelő. Az Úr. Az szó határozott névelő a magyar nyelvben. Láthattuk azt, hogy a tulajdonnévelő elé nem szükséges névelő. Azért van névelő előtte, mert az Úr az nem egy tulajdonnév, csak tulajdonnévként használják. 15-ös vers az Úr szintén névelővel használja. 20-as vers szintén névelővel használja, hiszen ez egy köznév. Ha olyan jelentéktelen dolgoknak, mint Petőfi, vagy Bodri, vagy Zeus, vagy Buda, vagy Nemzeti Színház van saját neve, akkor miért gondoljuk azt, hogy a teremtőnek nincs saját neve, mikor megmondta, hogy van saját neve, és hogy ezt tudjuk, hogy mi az ő saját neve, és ezt hívjuk segítségül. Ha valakinek ez nem világos, akkor nézze meg azt a néhány videót, ami a név lejátszási listában van. Jehovah, Yahweh, vagy ugye Yahuah, annyit tesz, mint az örökkévaló, az örökké létező. Ha megnézzük a haya szót, akkor látjuk, hogy ez annyit tesz, hogy létezik, van, válik valamivé. Ebből alakult ki a későbbiekben a Yahuah szó. Ugyanezt mondja a Gesenius, van, létezik, lesz, válik valamivé. Tulajdonképpen a létigéről van szó. Haladjunk tovább, szóval itt az van ugye, hogy Jehovah, vagy Jahvé, Yahuah. A ti istenetek. Ez a szó istenetek, Elohim. Isten, istenség, istenek, istenségek, angyalok, Isten, ugye a tulajdonnév. Istent képviselő személyek, uralkodók, bírák. Ha megnézzük a tulajdonnév verziót, akkor látjuk azt, hogy a Biblia nem tartalmaz meghatározást Istenről, bla bla bla. Láthatjuk azt később, hogy az ős szöveg Jehovának vagy Jahuának nevezi. Oké, szóval tudjuk a nevet, hiszen ismerjük a tetragrammatont, és az eredeti szövegekben is ez szerepel. Egyébként az Isten jelentése hatalmasság. Úgyhogy láthatjuk, hogy mert Yahuah a ti hatalmasságotok, hatalmasságoknak Elohim a hatalmassága. És nézzük meg, hogy mi ez a szó uraknak, ura. Mielőtt azonban ezt megtennénk, ugye ez Adon, Adan, a héberben nincsen különbség nagybetű és kisbetű között az eredeti iratokban. Ez csak a mi könyvünkben tűnik úgy, hogy itt nagybetűvel van, itt kicsivel, aztán itt megint nagyjal, itt kicsivel, itt megint nagyjal. Az eredeti szövegben nincsen ilyen, itt különböző szavak szerepelnek, és ők pontosan tudták, hogy mit jelent, hiszen értették az egész rendszert. Most mi próbáljuk megérteni a kereszténység szemüvegén keresztül, illetve a judaizmus szemüvegén keresztül, amely mindkettő pogány tradíciók, ezért nem érti a legtöbb ember. Hiszen eleve rossz úton járunk, amikor fel akarjuk fedezni ezt az igazságot. Úgyhogy ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy a szavak között van különbség, és az eredeti szövegben más dolgok szerepeltek, mint amik nekünk le vannak fordítva. Szóval ez Adon, Adon, ami annyit tesz, hogy úr, gazda vagy tulajdonos. Mint például egy férj, proféta, király, kormányzó, aki mások felett áll. Ugye a nők figyelmébe ajánlom, aki mások felett áll, mint például a férj. De a viccet félretéve, ugye az Adon úgy, mint uraság, vagy tulajdonos, vagy gazda, így lehet proféta, király, vagy kormányzó szintén. És ezt használják a tetragrammaton helyett szintén, ugye az Úr, vagy Isten helyett, ugye ők Adont, vagy Adonait olvasnak. Azt is kideríthetjük, hogy az asszír jelentése erősnek lenni, határozottnak lenni, döntéshozni, uralkodni. Adon az uralkodót jelent, vagy döntéshozót, illetve láthatjuk azt, hogy tulajdonost, vagy gazdát. Ezek tükrében az, hogy nagy és hatalmas, rettenetes Isten, az egy újabb csavart fog jelenteni, ugyanis ez a szó itt Isten, ez nem Elohim, hanem El. És felmerülhet a kérdés mindenkiben, hogy az, hogy El, azt jelenti, hogy vezér, vezető, hős, erős, hatalmas, szó sincs arról, hogy úr, akkor hogy lehet, hogy az Elohim mindenféle Isten dolgokat jelent, meg angyalokat, meg mindent, csak vezetőt nem, meg hatalmasságot nem jelent. Az a lényeg, hogy nem akarják, hogy tudjuk a nevet. Különösen az ellenség nem akarja, hiszen tisztában van azzal, hogy Yahuah, a teremtő neve, az egy különleges szó, illetve egy különleges hangzású szó, egy tulajdonnév, mellyel mi őt segítségül hívhatjuk, a teremtőt úgy értem, és amivel egy szorosabb kapcsolatot alakíthatunk ki vele. Ezért találta ki mindezeket a hazugságokat, hogy nem lehet, nem szabad, meg tisztátalanok vagyunk, meg nem tudom micsodák. Mikor ő megmondta YAHUAH, hogy használnunk kell, tudnunk kell, és segítségül kell hívnunk ezt a nevet. Szóval el, mint Isten ezen a helyen, vezért jelent, vezetőt, hőst, hatalmast, vagy erőset jelent. Hogyha megnézzük a Gesinius-t, akkor hős, erős, hatalmas, hatalom, lehetőség, és csak utána lesz ugye a pogány Isten tulajdonnév vagy megnevezés. A többes száma Istenek, azaz a többes száma vezetőket, vezéreket, erőseket, hatalmasságokat fog jelenteni. Szóval, ha megnézzük az eredeti szavakat, akkor látjuk, hogy közel sem ez a két szó ismétlődik oda-vissza, hanem ennél sokkal árnyaltabb a jelentése, mert YAHUAH a ti Elohimetek, Elohimek, Elohime, Adon, Adon, nagy, hatalmas és rettenetes el, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Ez az a YAHUAH, a te hatalmasságod, vagy Elohimed, akit féljél, tisztelj, ragaszkodj hozzá, és az ő nevére esküdjél. Ha nem tudod a nevét, akkor nem tudsz a nevére esküdni. Azonban látjuk, hogy tudjuk a nevét, hiszen ezen az oldalon szerepel 4-szer 1, 2, 3, 4. De az egész könyvben szerepel 7000-szer, csak számunkra átírták valami oknál fogva Urra, ami egy pogány kifejezés, a héber Baal szóból ered. Az Úr, Baal. Héberül ugye az Úr az Baal. Ezért írták át. Ugyan az írás sokkal árnyaltabb annál, mint ahogy a legtöbben gondolják. És sokkal többet megtudhatunk, ha megnézzük az eredeti szavakat, és kiderül az, hogy mindazok a hazugságok, amelyeket mi egész életünk során igaznak véltünk, nem véletlenszerűen kerültek bele a valóságba. Nézzük meg, hogy mit mond ez a 17-es mondat akkor valójában. Ugye arról beszél, hogy YAHUAH mindenség teremtője, a ti hatalmasságot, ő a ti vezetőtök, a ti vezéretek, Elohim. Többes számban van, ezzel utal az egységre, ami Elohim. Az Atya és az ő szava, a Fiú. Ez az Elohim, a ti vezéretek. Hatalmasságok, vagy Elohimek, Elohime hatalmassága. Azaz a vezéreknek, vagy ezeknek a kiváltságos, különleges lényeknek, akik az erőt reprezentálják, a hatalmasságot, ő ezeknek a hatalmassága, ő mindegyik felett áll. Érthető, hogy még héberül is köznév az El, vagy Elohim. A tulajdonnév a mondat elején mutatja meg nekünk, hogy ki az, akiről szó van, hogy hogyan érthetjük ezt meg. Ezért nincs meg. És nem azt mondom, hogy nem lehet ezen dolgok megértése nélkül feldolgozni ezt az egészet, és hogy mindenképp mindenkinek ezeket tudnia kell. Én azt mondom, hogy ez egy másik dimenziót, vagy egy újabb mélységet ad ahhoz a viszonyhoz, amelyet mi a teremtővel keresünk. Ő ez a teremtő YAHUAH, aki a mi Elohimünk vagy hatalmasságunk, ő az összes hatalmasságoknak a hatalmassága, ezek mind egyforma betűvel kezdődnek az eredeti szövegben, hiszen ott nincsen kisbetű és nagybetű, és ő az uraknak ura, azaz Adon Adon, ami azt jelenti, hogy ő még ezek közül, az uraságok közül is a legnagyobb, és itt már nem azt a YAHUAH, vagy a tetragrammatont használja, hanem arra utal, hogy az uraság, akik uralkodnak ezen a világon, azok közül ő még azok közül is a leghatalmasabb. Nagy, hatalmas, rettenetes El, és nem Elohim, ezzel utalván arra, hogy itt már a Malak YAHUAH-ról beszél, arról, aki mindent teremtett, akit mi a szóként ismerünk, vagy a Brit Hadasában, a Megőlt Szövetségben, úgy, mint Jézus Krisztus. Erről beszél itt, hogy ő nem személyvállalótól sem ajándékot el nem fogad. Ő az, aki közvetíti az Atya üzenetét, ez a kettő együtt Elohim, itt azonban már erről beszél, hiszen ők ezzel tartották a kapcsolatot. Ezzel az ellel. Ő volt az, aki közvetített az Atya és az emberiség között, és az Atya és a Szava alkotta azt a kapcsolatot, amit Elohimnek, vagy idézőjelben Istennek hívunk. Ezt az egységet, vagy a hádot. Remélem értető az, amit beszerettem volna mutatni, és én nem azt mondom, hogy azok, akik magukat kereszténynek hívják, azok gonoszok, vagy rossz emberek. Csak azt mondom, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon minden úgy van-e, ahogy mi gondoljuk, és ahogy azt nekünk tanították. Persze gondolom világos, hogy nem úgy van. Ugyanez a helyzet legalábbis nagyon hasonló áll elő Jáhúsá vagy Józsué 22-22-ben. Ugye, aki ismeri a történetet, Rúben, Gád és Manassé külön váltak, illetve ahogy a területeket elfoglalták, különálló helyeket kaptak a Jordán túlpartján, és ők felállítottak egy külön oltárt maguknak, és azon áldoztak, és a többi törzs pedig ugye azt mondta, hogy ez nem lehetséges, és valószínűleg más hatalmasságoknak áldoznak, miért nem mennek oda, ahol ők vannak, stb. És azt bizonygatják, hogy ők persze Jahuának áldoznak itt. Ugye ez a háttere ennek a párbeszédnek. 22-es vers pedig így szól. Az Istenek Istene az Úr, az Istenek Istene az Úr, ő tudja, és az Izrael is megtudja, ha pártütésből és ha az Úr ellen való vétekből van ez. Ugye azt mondják, hogy majd ő eldönti, hogy ez valóban egy bálványimádás, vagy tényleg igazán hozzá akartunk fordulni. Magyarul igazából egyszerű a képlet, Isten, Isten, Úr, Úr, Isten, Isten, Úr. Igazából ennyi. Ha azonban megnézzük az eredeti szöveget, látni fogjuk azt, hogy az Isten Elohim és El, azaz egyes számban van. Azaz minden hatalmasság közül Elről beszél. El, egyes számú, azaz a szóra utal, a Maláki, a Huára utal, idézőjelbe Yahushua HaMashiachra, ugye, aki a megújult szövetségben Yahushua HaMashiach, hisz az Atya nem szerepel általában egyes számúként, mint El, hanem sokkal inkább a Malak Yahuah szerepel. Szóval értjük azt. Ezután persze a tetragrammaton következik, és utána megismétlődik ugyanez a sorozat. Arról beszél, hogy ezen ugye a kisbetű, nagybetű nem számít az eredetiben, ott egyforma karakterek vannak. Arról beszél, azt akarja mondani, hogy a hatalmasságok hatalmassága, Yahuah, az ugye, aki képviseli az Atyát a földön, az ő szava, aki ezt az egységet, ami Elohim, az Atya és a szava, aki ezt az egységet képviseli a földön, a Malák Yahuah, azaz az angyal Yahuah, ugye ez az Atya és a Fiú sorozatból ki kell, hogy derüljön, az azt nevezi meg. Itt arról nincs szó, hogy ki uralkodik a földön, mint úgy, hogy ő az Úr, vagy ilyesmi. Ez itt a tulajdon neve. Arról beszél, hogy a hatalmasságok hatalmassága az Yahuah. És ezt megismétli, ezzel nyomatékosítja azt, amit mondani szeretne. Hogy ő majd eldönti, ő tudja, hogy hol van a mi szívünk. Arról beszél, hogy ha pártütésből, és ha valóban Yahuah ellen való vétekből van ez. Szóval számukra azt akarom ezzel kifejezni, hogy hogyha megnézzük utána a következő mondatban, ugye ez az Úrtól, itt nem is szerepel az, hogy Yahuah, itt csak arról van szó, hogy valami től, vagy valami mögött, és ezt így fordítja le, ugye elfordultunk tőle tulajdonképpen az eredetiben, ez szerepel, csak ide tették azt, hogy Úr. De azután már itt van megint a tetragrammaton, sőt, a következő mondatban is ott van, de ha megnézzük a 19-es fejezetben, benne van egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Szóval nekik más jelent. Én azt akarom csak érzékeltetni ezzel, hogy ha tudnánk, ha értenénk ezeket a különbségeket, akkor másképp közelítenénk meg ezt az egész könyvet, plusz ez az egész sokkal személyesebbé válna az emberek számára, és nem lenne ennyire... Persze tudom, hogy mindenki ezzel azonosítja, de meg kell érteni a köznév tulajdonnévből, hogy ez egy fokozata, ha megértjük a neveket és megismerjük a neveket, akkor közelebb kerülhetünk hozzá. Nem azt mondom, hogy így nem lehet, ahogy most az emberek próbálják. Én azt mondom, hogy ha az igazságot keresünk, akkor és megvan, akkor miért ne használnánk azt. Egy egész más világ tárul az ember elé, hogyha megérti ezeknek a jelentőségét, sőt, hogyha látja ezeket a dolgokat, és hogy hogyan függnek össze, mint ahogy ez a két vers nagyszerűen bizonyította ezt. Remélem, hogy hasznosak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!